A múlt hét péntek különleges nap volt a Bánaladár általános iskola diákjainak. Egyrészt azért, mert mintegy 100 gyerek utazott fel Budapestre az Erkel Színházba, hogy megnézzék a Hunyadi László című opera előadást. Másrészt, mert egy hétfős csapat az Országos Ifjúsági Sajtófesztiválon vehette át a legjobb iskola rádiónak járó elismerést. Azt hiszem, talán 2004 óta vagyunk már a DUE-nak tagja, tehát 9 évre megy vissza ez a kapcsolat, és ezt a pályázatot minden évben több kategóriában kiírják, tehát van sajtófotó pályázat, aztán újságoknak, iskolaújságoknak, és többek között rádióknak is, és szerettük volna azt, hogyha egy kicsit az iskolánkban már korábban is volt rádió, de egy kicsit professzionálisabb módon ezt végezni, és ehhez szakmailag jó lett volna bekapcsolódni egy értő, nagyobb közösségbe, és ez a DUE, a Diák Újságírók Országos Szervezete. Tehát egy ilyen pályázaton már korábban is többször is beneveztünk, tehát nem ez az első alkalom, és nem az első alkalom, hogy győzünk, hiszen 2010-ben szintén a mi iskolánk rádiója volt az év rádiója, diák rádiója, tehát tavaly is készítettünk pályamunkát, szerintem az is nagyon jó volt, de akkor a zsűrinek nem nyert el annyira a tetszését, és az idén is megpróbálkoztunk vele. A próbálkozás olyannyira sikerült, hogy a szakmai zsűri ismét őket ítélte a legjobbnak. A 20. alkalommal megrendezett Országos Ifjúsági Sajtófesztivált Kecskés István, a Diák Újságíró Egyesület elnöke nyitotta meg. Az elmúlt napokban többször is megkérdezték tőlem, hogy ez a sajtófesztivál, ez tulajdonképpen micsoda. Ugye volt, aki a fesztiválból arra asszociált, hogy ez valami nagyon nagy buli, ahol egy-egy korsó sörrel jönnek, mennek a fiatalok és várják a tankcsapdát, meg a többieket. Hát ezt a tévhitet, ezt eloszlattam és eloszlatom most is, mert se sör nincs és tankcsapda se lesz. Én azt gondolom, hogy ez sokkal inkább a tehetségek ünnepe ez a mai nap, hiszen ugye itt adjuk majd át az év diák újságíróinak, rádiósainak, tévéseinek, fotósainak és a többieknek is a díjat. Legyen ez az ő emlékezetes napuk, és legyen ez egy szép nap mindenkinek, én azt kívánom. A jövő média kultúráját a most felnövő diák újságírók alakítják majd, ami nagy felelősség a számukra, hangsúlyozta beszédében Aranyosiné dr. Börcs Janka, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság főigazgatója. Az új média kultúrát mi formálja? Igaz ez egyébként minden média használóra, azokra is, akik betelefonálnak mondjuk egy tévéműsorba, vagy azokra is, akik éppen posztolnak a Facebookon, de leginkább a médiakultúra alakítói ti vagytok. És ez nagy felelősséget jelent számotokra. Nektek kell a legjobban tudni, hogy ezekben az útvesztőkben, amit a média világa kínál számunkra, hogyan kell eligazodni, hogyan lehet a médiumokat a legjobban, a legalkalmasabb módon alakítsa. A nap folyamán a színpadon zenés-táncos műsor zajlott, ezzel párhuzamosan pedig a fesztivál több helyszínén szakmai előadások, közönségtalálkozók várták a fiatalokat. Országos tévécsatornák ismert műsorvezetői és újságírók vallottak a szakma rejtelmeiről, saját tapasztalataikról. Az év diák rádiósa kategóriában délután került sor a díjátadásra, ahol az általános iskolások között a várpalotai diákok bizonyultak a legjobbnak. És az első hely következik, Hangadó Várpalota Bánaladár általános iskola és tagiskolája. Itt is vannak. A Hangadó egy tiszta ügy című műsor arról szól, hogy fogott össze a város, és az iskola egy másodikos osztályos rákos fiú érdekében. A témaválasztás súlyossága, a hozzá felvett hangvagyok ötletessége. Azok szerkezettsége, a zenei megoldások illedősége és ezek zavartalan egysége kiemelkedő produkcióvá avatták ezt a munkát. Gratulálok neki a nyereményének, képen a 45 000 forintos hozzájárulás a 2013-as média táborába való részvételéhez. Nike csoma, láthatatlan kiállítás, páros belépő, egy SS Smart Security egyéves vírusírtó, csodák palotája, családi belépő, kreatív nagykönyv, Celebration csoki csomag. Nagy tapsot kérünk nekik is! Itt egy nagyon szép díjat nyertetek, mit szólsz ehhez? Nagyon örülök neki. Mutasd be a csapatodat, kik vettek ebben részt. Az osztálytársaim a Kovács Luca, Sziránszki Klaudia és Munkácsi Lili. Milyen feladatot kellett elvégeznetek? Hogy találjunk ki egy sztorit, és akkor azt föl kellett vennünk, és be kellett adni a DUE-ba, és ennyi volt a feladat.
És mi volt ez a sztori? Hogy van a Huba, a Szalkai Huba, aki rákos kisfiú, és hogy milyen rendezvényeket szerveztek érte, és hogy az emberek hogy összefogtak érte. Úgy gondoltuk, hogy mi ennyit tudunk tenni Hubáért, és ezt szeretnék a gyerekek megcselekedni, és volt egy olyan csodálatos összefogás a városban, ami megérte azt, hogy valamilyen módon mi is megörökítsük, egy kicsit összefoglaljuk. Egyébként ezt a rádióműsoros összeállítást leadtuk természetesen a saját iskola rádiónkba is, tehát a saját iskola hálózatunkon keresztül, illetve a felvételt eljuttattuk Huba szüleinek is, és az nagyon megnyugtató volt számunkra, hogy rábólintottak, és azt mondták, hogy köszönik, igen, ez ennek örülnek, mert ez nem sérti sehol sem azt a nagyon érzékeny közeget, amit ők most átélnek, amiben ők most vannak. Ahogy mi erőt merítettünk Hubából, talán most egy picikét ez, hogy itt lehettünk, és ennyire elismerték a gyerekeknek a munkáját, talán ez most egy kicsit Hubának fog majd erőt adni, hiszen most tart félpályánál a nagyon nehéz útján, amit a gyógyulás felé tesz meg, és sajnos ez az út azt jelenti, hogy egyre több beavatkozás, és ezek egyre jobban megviselik a szervezetet, és valahol neki is fogy a kis bármilyen nagy hős, fogy az energiája. És kellenek azok az apró pici dolgok, amik talán éppen a holtponton, éppen a nagy nehézségek közepette átsegítik. Hogy újra legyen kedve, újra legyen ereje még küzdeni azért, hogy meggyógyuljon, visszajöjjön, mert visszavárjuk. Kinek mi volt a feladata a felkészülés során? A Kovács Luca, a Szilánszky Klaudia és a Munkácsi Lili elmentek a Talabér Mártához, és az ott lévő eseményen beszéltek vele. Én nekem az volt a feladatom, hogy egy gálára el kellett mennem, és ott is kellett csinálnom. Aki szervezte a gálát, az egy riportot. Tud-e erről az egészről a Huba? Igen, tud, mert a díjat is, a díj egyik részét is neki fogjuk adni. Most egy nagyon jó kis rendezvényen vagyunk itt egész nap. Mi az, ami tetszik? Mit próbáltatok ki? A szerencsekereket is kipróbáltuk, az is nagyon izgalmas volt. Megpróbálhatunk hírbemondók lenni, és hát ennyi volt. De egész napos volt ez mind. Mi a jó az iskola rádiózásban? Az, hogy reggel jó zenéket hallgathatunk. Milyen műsorokat adtok? Zenéket például, akik most híresek, őróluk szoktunk zenéket adni. És a névnapokat, az aznapi névnapokat is bemondjuk. Minden nap van iskola rádióadás? Igen, minden nap van. Reggel és 20-as szünetben. És mennyi szakmai munka van e mögött, az eredmény mögött? Hát 15 perc. De ez a 15 perc a sok-sok óra. Itt benne van szinte mindenki. Mert benne van a szülő, aki úgy neveli a gyerekét, hogy érdeklődjön más emberek problémája iránt. Benne van az a nevelő, aki megtanította magyar órán, bármilyen órán beszélni, kommunikálni azt a gyereket. Azok, akik felkészítették arra, hogy bármilyen rendezvényen fellépjen. Hiszen oda menni egy polgármesterhez, és beszélgetni vele, bátorság, összeszedettség, kommunikációs készség, azért ezek máról hónapra nem teremnek. Tehát igenis, mi is csináltunk helyzetgyakorlatokat, eljátszottuk, összeírtuk a kérdéseket, begyakoroltuk, egy kicsit szituációs játékba próbáltuk meg elhelyezni, vagy egyáltalán a sokféle rendezvényt, a rengeteg felvett anyag, az nem 15 perc volt, az jóval több, azt meg kellett vágni, át kellett gondolni, hogyan fűzzük fel, milyen logika alapján, mi maradjon ki, szívfájdalom volt ebből bármit kivenni, hiszen annyi csodálatos dolog volt, ami sajnos nem kerülhetett bele. Tehát
A kegyetlen dolog a 15 perc. Kegyetlen dolog, mert húzni kell, és az nehéz. És ezúton szeretnénk megköszönni az inspirációt magának a városnak, az olyan közösségnek, amelyben még van emberség, aki szeretne tenni másokért, akire még tudhatni azt, hogy valaki nagy beteg és segítséget kér. Tehát ez így mind-mind kell. Szülő, pedagógus, város, és hát azok a gyerekek, akik vállalkoznak arra, hogy nap mint nap iskola rádiózzanak. Mert az a legnehezebb, hogy egy-egy adást megcsinálni nem nagy dicsőség, de az, hogy minden nap valaki bejön 7:30 előtt, nem 8 óra előtt esik be az iskolába álmosan, hanem már 7:30 előtt bejön, és a napi műsort összeállítja, és 7:45-tól 8-ig levezényli, leadja, az igenis munka. Kitartó, szorgalmas munka. És ez is megbecsülést érdemel. Ez most egy díj egyetlen szem műsorért, de én nagyon köszönöm a gyerekeknek, hogy ők minden nap eljönnek és iskola rádióznak. Szívvel, lélekkel. És végül lássuk a csapatot. Kovács Luca, Sziránszky Klaudia, Munkácsi Lili, Mészáros Eszter Enikő, valamint felkészítő tanáraik, Cirákiné Kis Edit és Koska János. Gratulálunk!